hiszek az emberben. Optimista, pessimista vagyok. Mindig készülök arra, hogy esetleg valami rossz történik, és azt ki kell védeni. De azért készülök rá, mert optimista vagyok, hogy igenis ezt meg fogom tudni csinálni. A valódi örömforrás az a munka maga, hogy egyik nap előrébb vagyok, mint az előző nap. Ez az örömforrása. Nagyapám mindig megvette nekem az Ezermester című újságot, hát nézegessem az abban levő szerelési munkákat, hogyan lehet jól csinálni. A gimnáziumban kiemelkedő matematikai tanárom volt Stain Márton. Ő természetesnek vette, hogy én matematikus leszek. Édesapám is mindig biztatott, hogy ha az ember a matematikát tudja, akkor nem lehet semmi gondja sem az életben. A lényeg az, hogy a jó eredmény jöjjön ki, és az kétszer alá legyen húzva. Minden tantárgyat igyekeztem jól megtanulni. Mindegyikben azt élveztem, amikor a matematikai modelleket megalkották, és rá lehetett jönni arra, hogy a matematikai logika segítségével nagyon sok gyakorlati dolgot mélyen meg lehet érteni. Gyakran fordultam vissza a gyártás technológiához, később a kutatási területeimnek is ez volt az egyik legfontosabb kiinduló pontja, a szerszámgépek, illetve a szerszámgépeknek a rezgései. A káosz elméletének, a kaotikus mozgások jelenségének a megértése. Hogyan tudunk rendet tenni a bizonytalanságba? Lassan kezdtem az egésznek a filozófiáját is megérteni, hogy milyen érdekes, hogy egyes múltbeli események hirtelen olyan nagy jelentősége van, amire visszaemlékszünk, és azoknak olyan nagyobb súlyt adunk, és ezzel igyekszünk a jelenlegi életnek a változásait befolyásolni. Mind az idő késleltetésnek, meg idő késésnek a fogalmához kapcsolódott. Önmagában azonban ez a késés általában destabilizáló hatású, hogyha nem jó ütemben kapcsoljuk vissza a múltat. És ez a fajta filozófia meg gondolkodás, ez egyre többször jelent meg, pontosan először a szerszámgéprezgések kapcsán. Szerettem volna is körbejárni egy kicsit a világot, hogy hogy is kell csinálni ezt a bizonyos dinamikát, a gépészmérnökségnek ezt a mozgást, annal foglalkozó területét. Végül Angliába sikerült kijutni. Lehetett látni, hogy elméleti tudás szempontjából mi itt Budapesten mennyivel jobbak vagyunk. Másrésztről viszont mennyivel jobban vitték át az eredményeiket és a tudásukat közvetlenül az iparba. Úgyhogy ez nagyon nagy hatással volt rám, és amikor hazajöttem, ugye tele voltam ezzel a vágyjal és elképzeléssel, hogy na akkor most itt is megváltjuk a világot, és nem láttam át, hogy ez mennyire nehéz lesz. Mindenki, aki valaha barkácsolt, azt tudja, hogy még ha meg is vannak az embernek a fejében a tervek, azért azt megvalósítani egyáltalán nem triviális feladat. A dinamikának is onnan megtaláltam azokat a területeit, amik a gyártás szempontjából fontosak voltak. És ez a kitartás és meggyőződés, hogy ennek lesz eredménye, ez tényleg kezdte meghozni a gyümölcsét. Tartottam a külfölddel a kapcsolatot, még egy hosszabb tanulmány után volt az Egyesült Államokban, de közben is voltam Európában egy-két hónapos időtartamokat, ami a családnak nehéz lehetett. Cserébe viszont mindig vittem magammal őket. Amikor tanszékvezető lettem és egyetemi tanár, minden időmet és energiámat annak szenteltem, hogy a gépészmérnök képzést támogassuk, és nagyon sok tehetséges fiatal kolléga gyűlt össze a tanszéken, hogy előre vigyék ezt a tudományterületet. Soha nem érzem úgy, hogy valami befejeződött. Soha nem volt rajtam az a kitörő öröm, hogy most elengedjem magam és átadjam ennek, mert már rögtön a következő feladat láttam, ami ebből következik. Én úgy tekintek a mechanikára, mint de végtelen kombinációs lehetőségek vannak, és néha a legapróbb, legfinomabb dolgok befolyásolnak nagyon nagy jelentőségű dolgokat. Nagyon oda kell figyelni. Az embert azt teszi boldoggá, ha ma jobban élek, mint ahogy tegnap éltem. A változás az, ami igazán számít. Az ember hisz abban, amit csinál. Nem kellett ezt a hitemet soha feladnom.